Jó estét kívánok mindenkinek, drága tanulótársak! Mindenkit szeretettel üdvözlök és köszöntök ezen a mai különleges estén. Jó estét, Anna! Jó estét! Dávid, itt van velünk király! Dávid király! Dávid melech iszrael háj vekájom! Jó estét, Marcikám, jó estét kívánok. Lechaim mindenkinek, jó estét, Geri. Remélem, hogy mindenki jól van, és a mai tanulásunk egy jó estét kívánok, jó estét mindenkinek. A mai tanulásunk, a közös tanulásunk, ez egy kis rövid tanulást lesz ma kivételesen. És kivételesen arra gondoltam, hogy most ti kapnátok a főszerepet. És ugye mindig én beszélek, és gondoltam, hogy a mai előttünk áll körülbelül kis fél órában, hogyha esetleg ti lennétek azok, akik nekünk tanítotok valamit, azt nagyon megköszönnék. Mire gondoltam? Arra gondoltam, hogy mindenki írjon le, meg várunk egy percet még. Ugye ti vagytok azok, jó estét kívánok, akik itt vannak körülbelül, illetve több mint egy éve már, és azt gondolom, hogy tényleg elég sokat tanultunk együtt, nem csak velem, hanem a többi ugye, tanítóval is együtt, és arra gondoltam a mai estén, hogy mindenki leíratná azt, hogy az utóbbi egy évben melyik volt az a téma, ami leginkább őt megérintette, és mi volt akár egy tőmondatban is, és amit őt megérintette, és azt mondja, hogy tényleg az egy különleges, érdekes tanulás volt. Lehet, hogy volt több ilyen is, nagyon remélem. De hogy melyik volt az, ami tényleg egy érdekes volt, és azt mondja, hogy ez egy különleges kis együtt tanulás, vagy egy kis közös tanítás volt. Én azt tettem, hogy ti most leírnátok ezt nekem, és egy kis feedbacket is lehet akkor most kapni, hogy nem csak mindig én beszélek, hanem akkor ti is most le tudnátok azt írni, hogy mit gondoltok különböző dolgokról. Illetve volt az, amivel nem értettetek egyet, és utána majd egy érdekes dolgról is fogok nektek beszélni, csak röviden. Szóval ez most tiétek, nálatok a billentyűzet, rajtatok a világ szeme, drága tanulótársak, és hajrá! Tessék megírni, hogy mi volt a... Addig szeretnék egy érdekes dolgot mondani, illetve bejelenteni, hogy a terv az, hogy jövő héttől kezdve el fogjuk kezdeni tanulni a Kicur Shulchan Aruchot. Ami azt jelenti, hogy az örökkévaló segítségével lesz egy hosszabb idő, mire a végére jutunk, de az egész Shulchan Aruch, ugye a Shulchan Aruchnak a kivonatát, azt elkezdjük átvenni. Azt gondolom, hogy ez egy olyan fontos dolog, hogy ez az ember átveszi, akkor tényleg valójában lesz fogalma arról, hogy a zsidó törvénykezés az hogyan is gondolkodik különböző dolgokról. És ez egy nagyon érdekes kis könyveske, amikor elkezdjük majd ezt az előadást, ezt a különleges tanulást, ezt a sorozatot, akkor fogok erről sokat mesélni, hogy a Kicur Shulchan Aruch hogyan alakult ki, ugye a Shulchan Aruchnak a kivonata, mi ez a Shulchan Aruch, hogyan működik a döntéshozás. És a terv az, hogy praktikát is fogunk nézni, és minden egyes órát azt nem csak ugye a könyvből fogunk tanulmányozni,
hanem együtt is így át fogunk venni, mégpedig len úgy, hogy például amikor a kézleöntésről lesz szó, akkor ide fogok hozni egy veilingot és egy kézleöntöt, és meg fogom mutatni, hogy pontosan az ember hogy kell, hogy legyöntse a kezeit. Amikor például a tfili rakásról lesz szó, akkor szintén be fogom mutatni azt, hogy hogyan kell a tfilint felrakni az emberek magára. Amikor a cicesről lesz szó, akkor arról is. És ugye lesznek olyan dolgok, amikor a szombati témákhoz érünk majd. Nem biztos, hogy azért ez még az odébb lesz, hogy a szombathoz érünk, de akkor viszont ugye el fogom pontosan mutatni, hogy hogyan csináljuk a kidust. Szóval a lényeg az, hogy legyen fogalmunk arról, hogy valóban ugye a halaká az mit is vár el az embert, és a mindennapos cselekedeteinket azt mondjuk kéne, hogy megéljük, és ez lesz a téma. Ez a jövő héttől fog kezdődni, és ez lesz egy jó kis sorvezető. Azért is szerencsés a dolog, mert a kicúsó kanálok az rajta van az interneten. Jó tudni, hogy ugye ez le van fordítva magyarra is, és ez lehet egy sorvezető nekünk is, emellett fogunk, ementén fogunk tudni tanulni, együtt tanulni. És jó Isten adjon nekünk megfelelő kitartást ahhoz, hogy ezt végig tudjuk venni. Ez a nagy hír mára, és ez egy nagyon fontos dolog. Azt gondolom, hogy tényleg tudjuk azt, hogy a halaká az hogyan működik. Ugye sok-sok-sok vallásogi óránk volt már együtt, közös tanulásunk, de leginkább az aktuálisabb témákat vettük olcsó alá, legtöbbször. Úgy értem, hogy olyan témákat vettünk alá, ami tulajdonképpen különböző rabbinikus irodalmakban fordul elő. És arra gondoltam, hogy egy kicsit azt is megnéznénk, hogy pontosan, hogy hogyan működik a törvényhozás, és hogy mi van írva a sóhanároknak a kivonatába. Ugye a sóhanárok is lehetne kezdeni, azért egy kicsit az nagyobb falat lenne. De hát talán majd egyszer azt is elkezdjük. Szóval ez mindenkit kérek arra, hogy aki szeretné, az adja tovább a fele barátjának. Adjátok hírul, hogy jövő héten akkor belekezdünk ebbe a dologba. És ezt gondoltam... közszíré tétetni. Na most akkor pedig rajtatok a világ szeme, nézzük meg azt, hogy lezártunk egy kicsit több mint egy éves időintervallumot, egy ciklust, és sok-sok mindenről tanultunk, nézzük meg, hogy mit írnak a kedves... itt könnyebb lesz szerintem. Azt mondja, hogy... Szombatfogadás és a gyermekültés szokásai nagyon érdekel. Ja, szuper. Uh-huh. Igen. Az is... valóban nagyon fontos, és örülök, hogy az érdekelt téged. Éva, remélem, hogy minden rendben van ott kint. Kónya kikóserolás. Anna írja, a szombati témáknak egyes dolgok megvilágítása. Nagyon jó. Igen, az volt az egyik első, a kónya kikóserolása. Sőt, azt hiszem, az volt az legelső ilyen közös tanulás, és valóban volt egy kis, hát az való igaz, hogy demo volt, de vagy Pészak előtt voltunk még, de azért az már élesbe ment nagyjából. Nagyon jó. Óravégi összefoglalás, igen, ezek az nagyon fontos, az valóban fontos, hogy az ember összefoglalja, és az ismétlő kérdéseket nem írtad, Herceg Laci, László, bocsánat, de megadod a lehetőséget, akkor Lacinak foglak hívni. Igen, az ismétlő kérdések, amikor sokszor próbáltalak titeket becsapni. Mi a fe? Átéltük együtt, nagyon jó, és így van, amit Angelin, az is nagyon érdekes. Szuper, örülök, hogy ezt így gondoljátok. Annyit szeretnék még mondani, hogy ugyan azért a zsidó misztika órák se fognak elmaradni, és nem csak halakhát fogunk tanulni, de most az lesz az egyik a két tanulás közül. És a terv az az, hogy ne legyen olyan száraz a dolog, ezért mondom azon túl, hogy lesz bemutató is. Ezen kívül, hogy emellett tényleg azt szeretném, hogy kérdeznétek, sőt volt egy olyan gondolat is, hogy Zoom és Facebook egyvelegével legyen a tanulás, hogy ott lehessen akár kérdezni, ezt majd meglátjuk,
hogy mi lesz itt hozzá jövő hét. Marci azt írta, hogy a szombat és a Pészák hétköznapi szokások. Igen, nagyon jó. Érdekes dolog, hogy én, amikor most visszagondolok, való igaz, hogy a konyha kikóstolás az tényleg érdekes volt, annál is inkább, mert ez nem egy átlagos, nem csak egy átlagos, amikor a pandémia kezdetén valóban nem tudtuk, hogy mire lehet számítani, mi lesz bezárva, mi nem, és tényleg az ember ilyen sufni kóstolás kellett csinálni, ahhoz képest azt gondolom, hogy jól meg lehetett oldani. Amit én személy szerint, amire szívesen visszaemlékszem, ugye, ha már engem kérdeztek, akkor tényleg volt jó sok, egy pár olyan érdekes téma, amit való igaz, hogy az ember lehet, hogy nem találkozott vele olyan sűrűn. Például ugye a lopásnak a tilalma, a lásoharának a tilalma, amiről beszéltünk, akkor gyereknevelésre is tanultunk, vagy tartottunk egy-két órát. De ami egy hosszabb és a leghosszabb volumenű előadás sorozat volt, ugye az legalábbis az előadások közül, amiről legtöbbet beszéltük, az Firász Oimer volt. Jó estét, Sasú! Az a Firász Oimer volt, az Oimer számlálás volt, és ott tanultunk, ott volt egy jó pár hetes előadás sorozat, és minden csütörtökön, jól emlékszem, arról tanultunk. A léleknek a 49 szintjéről tavaly ilyenkor azt szinten érdemes visszanézni, ez tényleg egy különleges... Azért én is nagyon hálás vagyok nektek, mert jó magam is egy pár olyan dologba bele tudtam menni, amit odáig, vagy azaddig nem olyan mélyen tanultam, tanulmányoztam át, hanem csak kissé felszínesebben, és ez így nagyon fontos, és szóval ez nagyon-nagyon különleges, ez nektek köszönhető, ugye? Mert tudjátok azt, hogy a zsidó misztika is azt mondja, hogy az ember, amikor magába tanul, illetve magának tanul, és nem osztja meg mással a dolgait, a tudását, nem vitatkozik másikkal, nem alakul ki a disputa, nem írnak vissza, akkor az ember magá, csomó olyan szinteket, olyan részeit a gondolatainak magába tartja, és magába folytja el, amit amúgy máskor egy másik emberrel való, ugye a téma megosztásán egy másik ember azt megosztaná, akkor sokkal inkább másabb, mert sokkal mélyebbre kéne, hogy lásson az ő lelkébe. Egyrészt azért, mert az ember azt gondolja mindig, hogy ő érti. És amikor elkezd a másikkal beszélni róla, és a második el kell, hogy magyarázza, akkor jön igazán rá, hogy ő se érti olyan mélyen, ahogy az kéne. És ezért különleges az, hogy az ember elad. A Facebookos tanulásod csak annyit egy érdekes dolog, pont a múltkor beszélgettem elő valakivel, hogy egyrészt a Facebookos tanulás azért az nem is hibrid, nem is frontális. Ez egy olyan dolog, ami mint előadóként így beszélni a telefonhoz, ez nem olyan egy élvezet. De amikor jön vissza a feedback, és valaki visszaír egy vicceset, vagy egy kérdést, akkor az tényleg egy jó érzés. Sokkal jobb élőbe tanítani. Amikor az emberek itt vannak, kérdeznek, van egy pecsgés, van egy hangulat, és ezt nem lehet összehasonlítani. Viszont az előnye, ami viszont azt gondolom, hogy talán ez übereli, vagy ez talán még fontosabb is, az, hogy azért sokkal több emberhez jut el, ugye? Tehát ez valamilyen szintén azt gondolom, hogy ez fenomenális, hogy pont azt néztem, hogy a többi kollégával együtt minden nap van több óra tanítás, és tényleg mindenféle dolog volt, tehát a sztámisztikától kezdve a kabala, a történetek, az aktuális vallásügyi kérdések, 21. századi kérdések, a Gemara, amit a Shlomo Rabbi tanít, a szempont ezekben a percekben is, Talmud, Misna, szóval azért nem mondom, az egész zsidó vallás fel van ölelve. Talán ami egy kicsit, ami még talán azt gondolom, hogy kevésbé van most, hogy beszélünk róla, az talán a Nach, az a Nevim és a Ktuvim. Tehát a heti szakaszról mindig van szó, a Nevim és a Ktuvim a proféták könyvéről és a szentiratokról kevésbé van szó, de talán az is majd egyszer, hogy a golcsa alá kerül, hogy az is terítékre kerül, és arról is fogunk sokat, vagy többet tanulni. Igen. Judit, miért nincs Éru Pesten? Ez jó kérdés. Hát először is azért, mert ez egy jó kérdés, amúgy azt csak nem tudom, hogy remélem, hogy nem árulok el titkot azzal, hogy előbb-utóbb lesz Éru Pesten.
Én nem érem, hogy úgy érted, hogy Budapesten, nem csak Pesten, mi Budán vagyunk. Ez nem egy egyszerű dolog. Éruvat létrehozni Budapesten, az egy borzasztóan, ez nem borzasztóan, de ez egy összetett dolog. Egyrészt, hogy kell hozzá rengeteg pénz, kettő, kell hozzá, Bécsben van, mondom, mennyi volt, Bécsben volt, 11 év alatt hozták létre, jól tudom, és került kicsit több, mint 1 millió euróba. A bécsi írónak a kialakítása, egy-kettő. Ugye azt kell, hogy mondjuk, hogy Bécsben sokkal nagyobb volt rá az igény. Ugye hiába van Budapesten számtalan, rengetegszer több, nagyon sokszor több zsidó, mint Bécsben, vagy mint Ausztriában, ott sokkal nagyobb volt rá az igény. Tehát, hogy az emberek ütik majd a rabik ajtaját, hogy miért nincs éró, akkor azt gondolom, hogy még előbb lesz éró, de ettől függetlenül terve van. Másrészt pont azon gondolkodtam, egy érdekes gondolat csak, hogy itt a várban, hiába nincs ott olyan túl sok ember, akit ezt érint, de amúgy van. Itt a várban, a Várnegyeden belül amúgy játsz, majd, hogy nem játszik, könnyedséggel létre lehetne hozni éruvat. És talán egyszer is. Hát azért a Judit, azt írt, hogy zsinóra póznák rá, az nem olyan egyszerű ám. Az nem olyan egyszerű, mert ugye, csak mondom, hogy miről van szó. Ugye arról van szó, hogy azt, ugye ezt az ide kell, azt felüljelni kell állandóan. Tehát ezt például nem tudom, tudod-e, hogy elvileg minden pénteken körbe kéne, hogy menjen valaki, aki megnézi, hogy nem szakadt el. Kell létrehozni egy internetes rendszert, kell beszélni az önkormányzattal, ki kell bérelni az önkormányzattól a helyet, Budapest önkormányzatától. Az internetes oldalon állandóan ugye írni kell azt, hogy az éruv állapota az kóse vagy sem. Van úgy, hogy az éruv elszakad, Isten ments, hasznosom, és az egész éruv az passzol, az érvénytelen. Ezt valaki körbe kell, hogy járja. Ezzel foglalkozni kell. Ezen kívül pedig a felmérése magának az éruvnak, hogy hogyan kell, hol van pózna már, hol van esetleg olyan házsor, ami lehet éruvnak az egy oldala, hol van úgymond betört rész, kerítés rész, ahol nem, ami az éruvot megszakítaná. Ez nem egy egyszerű dolog azért, ez nem egyszerű dolog, de a jó Isten adja, hogy tényleg ez minél előbb legyen. Régen a budapesti rabik közül voltak, akik akartak, beszélek itt, hogy azt hiszem a háború előttről, és majd nem létre is jött, aztán egy valami oknál fogva ez nem jött létre. Vidéken sok helyen volt éruv, mert sokkal könnyebb volt éruvét létrehozni. Pont a Baruchról mondta múltkor, hogy a Steines Ájelénél, ugye a Csodarabinál, Vodrakeresztéren van éruv, ami teljesen kóse, és ez egy érdekes dolog. Szóval ilyen is létezik, van Magyarországon kóser éruv, az egyetlen hely, ahol most van kóser éruv, az Bodrogkeresztúr. Amúgy azt kell, hogy mondjam, hogy Amerikában és például amúgy, ahol nagyobb vallásos közösségek vannak, tehát hogy a vallásos zsidók száma jóval magasabb, Antwerpen, London, Manchester, persze Izrael, Amerika, ezeken a helyeken van éruv. Az más kérdés, hogy természetesen az éruvnál is vannak viták pontosan, hogy lehet az éruvot létrehozni, de ez tényleg egy elég összetett téma, egy nagyon érdekes téma, kell hozzá egy ilyen kicsit ilyen kocka fel, hogy az ember ezzel akarjon foglalkozni. Sok halaká van benne, és sok olyan dolog, ami nagyon érdekes, és de létre lehet hozni akár. Addig meg beérik az Éruv Hacérojszal, vagy az Éruv Tavsénnel. Ugye az Éruvnál van több Éruv is. Az Éruv van az városokat összekötő Éruv, vagy a város összekötő Éruv, és van az udvarokat összekötő Éruv, meg azért, hogy az ember egyik napról tudjon főzni a másik napra. Ugye? Jomtovról szombatra. Amíg nincs Éruv, addig beérik ezzel a fajt Éruvval. Amúgy sok az Éruvval kapcsolatban is nagyon sok tévhit kereng, majd egyszer ezt is talán rendbe fogjuk tenni, hogy pontosan hogyan kell, mind kell. Igen, azt mondod Nikol, hogy sokkal aktívabban éltek meg a vallást. Igen, hát tulajdonképpen ez a célja. Amikor, tehát ez a Facebook tanításról még annyit visszatérve, csak egy utolsó gondolat, mert a mai óránk egy ilyen kis rövidre sikeredett óra lesz, vagy beszélgetésünk inkább. Való igaz, hogy amíg ez a tehát az ugye
tudnunk kell azt, hogy az örökkévaló soha semmit nem teremt véletlenül, és ugyanakkor egy másik ugye, tanítás szerint az örökkévalótól nem származik rossz, nem ered rossz alá az örökkévalótól, a magasztos spirituális világokból. És az ember van, egy ilyen szituációval találja magát szemben, mint a pandémia, ami egy évvel ezelőtt mindenkinek új volt, most már sajnos, vagy talán hál' Istennek, nem annyira új, és az ember nagyjából tudja azt, hogy mire számíthat, akkor tényleg a pandémiát megelőzően, hiszem nem csak nekem, hanem a kollégák közül nem soknak jutott eszébe azt, hogy Facebookon órákat tartsunk. Lehet élőben, most itt Facebook, hát most ott van élő, akkor miért Facebook? Hozzáteszem, annak azért megvan a varázsa, nem olyan, mint a Facebook tanítás. De az, hogy mennyi ember ez jut el, és utána hányan nézik meg, és utána hányan köszönik meg, és hányan köszönök az ember az utcán, az valami fenomenális, az hihetetlen. Nem csak azért, mert megköszönik meg, hanem az, hogy hány száz ember, hány ezer ember nézi meg egy előadást, vagy az idő múlása, vagy ez a Facebook ugye nem felejt, és még hosszú évekig ott lesznek, az ember vissza tudja nézni innen, onnan, az ember rájut, beüti a Google-ba azt, hogy mit tudom, egy magyar előadás keres mondjuk az Érumról, vagy a Lashon Haráról, akkor vagy a Gemáráról, vagy Hasid történetekről, akkor lesz rengeteg, szóval ez hihetetlen. Kettő, ugye nagyon érdekes dolog, csak egy gondolata a zsidó misztika tárházából, ugye tudni kell azt, hogy az internet maga az nem a legszentebb dolog, ugye? Az örökkévaló, ugye a tárnyában azon írva, hogy amikor megteremt valamit, akkor azt teremti úgy, hogy vagy van klip, tum, van tisztátalan dolgok, vannak szent dolgok, és van, és ez igazság az, hogy nincs olyan dolog, ami se itt és se ott nem lenne. Vagy ez, vagy az. És az ember, amikor az internetet olyan dolgokra használja, amiben nincs szentség, ami valahogy nem köthető össze a szentséggel, akkor az mindig klipa. Az mindig az egy tisztátalan burok, egy olyan energia, aminek ugye vannak negatív, és mondjuk úgy, hogy még negatívebb részei. Most ebben nem mennék bele. És, vagy szintjei. És amikor az ember a Facebookot, vagy az internetet szent dolgokra használja, például az internetről tanul, az internetről letölt egy könyvet, egy vallási könyvet, vagy egy zsidó misztikát, vagy filozófiát, és azt bújja, akkor abban a pillanatban az ember a profán dolgot, amit a teremtő megteremtett, egy szent és nemes célra használja fel, ami tulajdonképpen a Birurénico Szöjsz, ami az örökkivaló legfőbb akaratázás hozzá tartozik, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen abban a pillanatban, hogy egy fizikális dolgot ugye felemel, hogy a fizikális mi voltában egy szentségre használ, hogy az előbb azt mondtam, akkor abban a pillanatban az eléri a teremtésének a lényegét, és az örökkévaló ilyenkor örül, hogy nem teremtett, ugye soha nem teremt az örökkévaló egy felesleges dolgot. Ugye a Kadosh Baruch Hu Davaleva Tala, az örökkévaló soha nem teremt egy felesleges dolgot. Hát, hogyha megteremtettem, mondjuk azt, vagy egy olyan dolog, hogy van internet, a lehetőséget megadta valakinek, hogy kitalálja ezt a dolgot. Legyen Facebook, legyen ez, legyen az, akkor tette azt azért, hogy az emberek minél többet és minél inkább a szentségre tudják azt felhasználni, és kevésbé a profán dolgokra, ugye? Az is egy dolog, hogy az ember mondjuk csak egy példa, hogy lehet mondjuk az internetet szentségre használni, hogy az ember ezen dolgozik, abból keresi a mindennapi betevőre ugye a pénzt, és utána abból a pénzből mondjuk adományt ad a rászorulóknak, vagy az alamizsnát mondjuk a hajléktalanoknak, vagy a szegényeknek. Abban a pillanatban tulajdonképpen én picit az ember az internetet használta fel arra, hogy cedakát adjon. Vagy például, egy még konkrétebb példa, explicitebb példa az, amikor az ember tényleg az interneten átutal adományt a másiknak. Nem kész vagy, nem átutalja. Abban a pillanatban egy nemes dolgot csinált, egy különleges és szent dolgot csinált. Szóval ez egy nagyon érdekes dolog. Szóval visszatérve, és itt le is zárva ezt a témát, azt gondolom, hogy ez tényleg egy fantasztikus dolog, és jó Isten adja, hogy az összes tanítótársammal együtt adjon a teremtő sok erőt mindnyájunknak, az nektek, nekünk, hogy tudjuk folytatni, és előbb-utóbb talán azt is lehet majd, hogyha kicsit megnyílnak a lehetőségek, hogy az emberek egy része itt élőben hallgatja, és ugyanakkor ez közvetítés lesz a Facebookon, vagy akárhol máshol.
Jó, akkor köszönöm szépen a figyelmet, mondom, a mai eset egy kis közös beszélgetés volt, inkább mint tanulás, és fontos volt hallani a feedbacket, köszönöm szépen mindenkinek, hogy írtatok, akkor csütörtökön találkozunk, és jövő héttől pedig adjátok tovább, hogy kezdjük a kicsúr suhanároknak a tanulmányozását. Marci kérdezi még egy kérdést. Egy állatot, ami nem kóser állat, csak elment a kérdés. Igen, a vészhelyzetre nem kóser ételre kell áldást mondani. Ugye van egy vita a rabbik között, hogy kell áldást mondani a nem kóser ételre. Van, aki azt mondja, hogy kell mondani, van, aki azt, hogy nem kell mondani. Attól függ, hogy melyik rabbit követünk. Az elfogadott vélemény az, hogy inkább, nem tudom, hogy ez elfogadott-e, a legtöbben azt úgy tudom, hogy azt mondják, hogy nem kell mondani. És van, aki pedig azt mondja, hogy kell, hogy az Isten teremtette, és kell. Ennyi. Az még egy érdekes dolog, ha már a Marci ilyet kérdezel, hogy az egy különleges dolog, hogy az ember mondjuk eszik tejet, bocsánat, mondjuk eszik húst, és iszik tejet inkább. Eszik húst, és utána ugye elvileg a mi szokásom szerint 6 órát kéne várni. Van, aki azt mondja, hogy 3, van, aki azt mondja, hogy kevesebb. Van, aki azt mondja, hogy a 6 órának a nagy része, a 6 órának a kisebb része. Úgy értem, hogy 6. órának a 6. órából már eltelt egy pár perc, akkor az is érvényes, a 6. órának eltelt több, mint a fele, az már az is érvényes, van, aki azt mondja, hogy ki kell várni a 6 órát. De lényeg az, hogy ha valaki például eszik egy kis húsi-musi, és utána észreveszi azt, tegyük föl másfél óra elteltével, mondjuk fél óra elteltével, hogy éppen egy jó kis ementáli sajtba harapott bele, és azt majszolja, akkor mi a dolog lényege? Most elmondta az áldásban, hallgatásra, hogy hanem sákolni, amit valahogy elkezdeni, hopsz, húsos vagyok, mit kell csinálni? Erre van, aki azt mondja, hogy az ember inkább attól függ, hányadik órában van, szintén nem menjünk bele. Valaki azt mondja, inkább az ember, hogy ne legyen braka leva tala, hogy ne legyen az Isten emlék a felesleges elmondása az áldásban, akkor inkább mégiscsak nyeljen le a dolgot, és utána tartson bűnvallomást a teremtő szín előtt. Van ilyen. Jó, köszönöm szépen a figyelmet, akkor innen folytatjuk, illetve hát csütörtökön folytatjuk a tanulást. Köszönöm szépen még egyszer a feedbacket, mindenkinek minden jót, és akkor, ahogy mondtuk, jövő héten kicsúr suhanárokkal kezdjük, a Jóisten segítségével. Mindenkit szeretettel invitálok, és szóljatok minél több embernek, hogy jöjjenek és tanuljunk közösen. Kol tuv mindenkinek, minden jót!